Azt hallottuk, hogy egy nagy robbanás történt. Ezt mondta az egyik lakó közvetlenül a robbanás után stábunknak. Az asszony sokkos állapotban volt, mint ahogy a többi házban tartózkodó is. Szerencsére nem voltak sokan. Talán ennek is köszönhető, hogy nem történt tragédia. Öten sérültek meg, ketten súlyosan. Mint ahogy már beszámoltunk róla, hamarosan megkezdődik az épület helyreállítása. Jelenleg a lakók bútorait szállítják el az önkormányzati dolgozók, és készíti elő a területet a bontáshoz a kivitelező cég. Hatalmas és veszélyes munka lesz. A kivitelező cég vezetője szerint főként azt a lakást és az alatta levő helyiséget lesz nehéz rendbehozni statikailag, ahol a robbanás történt. Ebben a lakásban egy idős férfi lakott, úgy tudjuk, mielőtt bekapcsolta volna a gázkonvektor lángját, kinyitotta az ablakot, aztán történt a katasztrófa. Ebből az következtethető, hogy nem állt szándékában felrobbantani a lakását. A rendőrség szűkszavúan nyilatkozott az ügyről. Az üggyel kapcsolatban a Tolnamegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán büntető eljárás keretében vizsgálódnak kollégáim, annak megállapítása céljából, hogy emberi mulasztás történt az ügyben. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg lesz felelősségre vonás. Gyanú merült fel ugyanis, hogy valaki hibázott. Információink szerint egy meghibásodott gázkonvektor okozhatta a katasztrófát. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja, hogy mi okozta a robbanást. Erre 30 napjuk van, így legkésőbb november elején nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Addig pedig zajlanak a munkálatok, a rendőrség pedig folyamatosan kint tartózkodik a helyszínen a lakók értékeinek megóvása érdekében.